Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Felújítások, építkezések, megújul Dombóvár. Szociális tüzelőanyagprogram, 35 köbméter tűzifát adhat ki Kégy község önkormányzata. Motorokat loptak, volt ahol a nyitott udvarból, még máshol akár kerítést is bontottak a tolvajok. A szőlő találkozása a borvidék gyümölcse. Épül és szépül Dombóvár az utóbbi években. A városban több beruházás is zajlik, orvosi rendelőt újítanak fel, vízelvezetőt és utakat építenek. A már folyamatban lévő fejlesztéseket pedig újabbak követik majd. Hamarosan átadják a Szabadság utcai orvosi rendelőt Dombóváron. A második legnagyobb járóbeteg ellátó szakrendelő egy év alatt teljes felújításon esett át. A létesítményben 3 fogorvos, 2 házi orvos, 1 gyermekgyógyász és védőnök dolgoznak eddig, akik október 1-től újból itt folytatják hivatásukat. Azon, hogy az épület már nagyon rászorult a felújításra. Itt mondanám, hogy tetőtől az alapig minden új lett, de tényleg igazat is mondok, és több mint 300 millió forintból néhány héten belül birtokba vehetik az orvosok újból ezt a rendelőintézetet, és ennél sokkal fontosabb, hogy a gyerkőcök és a felnőttek is. Az orvosi rendelő felújításával párhuzamosan zajlik a Fő utca csapadékvízelvezető projektje, ami szintén egy nagy léptékű beruházás. A városban több helyen is zajlanak felújítások, többek között a Garai utcában lévő útépítés, és az Adi utcában is elkezdődnek a napokban a munkálatok. A kivitelezőben már megkötöttük a szerződést, ugyan feltételes módban, hiszen 100 millió forint meghosszat összegben forrás hiányunk van, de remélem, hogy ez is pozitív elbírálásban részesül. Örömhír a dombóváriaknak, a Szent Lukács Kórház járóbeteg szakellátást végző épületének felújítása is. De azt gondolom, hogy a türelem rózsát terem, és meg lesz az eredménye, és ebben az évben még elkezdődik és be is fejeződhet a zeneiskola felújítása. Ebben az egészségügyi komplexumban ugyanis az utóbbi 50 évben nem történt változás. A beruházások pályázati forrásokból jöhetnek létre, és várhatóan a most zajló munkák novemberben már elkészülnek, és átadhatják azokat. A technikumi képzés bizonyított a szakmák európai bajnokságán az Euroskills versenyen, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Pölöskei Gáborné kiemelte, hogy a magyarok aranyérmet szereztek az informatika, a rendszerüzemeltető és webfejlesztő, ezüstöt az ipari robotika és bronzot mechatronika területén. Egyúttal jelezte, a 3 éves szakképzésben résztvevők festők, víz, gáz és fűtésszerelők, épületasztalosok, szépségápolásban tanulók is jó eredményt értek el. A tűzifa ára a tavalyi hasonló időszakhoz képest 65%-kal emelkedett a KSH adatai szerint. A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag programja a települések rászoruló családjainak nyújt kiegészítő támogatást. A szociális tűzifa pályázaton az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések vehettek részt. Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter erdei tűzifa vagy 10 mázsa szén adható ki. Kégy község önkormányzata is sikeresen pályázott. Az idén is sikerült 34 köbméter kemény lombú tűzifát nyerni ezen a pályázaton. Az erdészet, akivel megállapodást kötöttünk, azt ígérte, hogy a héten vagy a jövő héten, de véleményem szerint szeptemberben ez a tűzifa ide érkezik. Még az önkormányzat nem alkotta meg az idei évre a szociális tűzifa rendeletét, az is ebben a hónapban mindenféleképpen el fog készülni. Most adatgyűjtést tartunk. Tavaly 12 háztartás kapott tűzifát, idén ezt a számot növelni szeretné az önkormányzat. A kiadandó mennyiséget egyedileg, rászorultság szerint bírálják el a gyermekvédelmi, lakhatási támogatásban részesülők és nyugdíjas pályázók között. A támogatás alapja a nyugdíjminimum, amelynek tavaly 400%-át határozta meg az önkormányzati rendelet keretösszegként. Idén ezt emelni kell, hiszen a tűzifa is megdrágult. Ezen kívül az önkormányzati büdzsé további költségeket is fedez. A tűzifa árán kívül 2000 forintot ad hozzá az önkormányzat, valamennyi áfatartalmat is tesz még hozzá, illetve el kell a fát szállítani a rakodóról, és annak a költsége is az önkormányzatot terheli, illetve az igénylőknek a
fa kiszállítása az is az önkormányzatnak a költségvetéséből valósul meg. Az idei szociális tűzifa támogatásokat a Magyar Államkincstár egy összegben 2023. szeptember 15-éig folyósítja. Még heteken keresztül megnehezíthetik Tolnában az allergiások mindennapjait a pollenek. A csalánfélék virágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban van jelen. A libatopféléké alacsony, néhol közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, az üröm, a kenderfélék, az útifű, a lórom, az ernyős virágzatúak, illetve a rézgyom és a szerb tövis pollenje. Tolna vármegyében is jártak azok az előszállási tolvajok, akik Simpson motorokat loptak el. Volt, ahol a nyitott udvarból, míg máshol akár kerítést is bontottak az elkövetők. Így közel 900 ezer forintos kárt okoztak. A napokban fejeződött be annak a párosnak az ügye, akik több Simpson motort is elloptak még 2021-ben más-más településről, többek között Tolna vármegyében is. Még 2021 áprilisában tett feljelentést egy madocsai férfi, elmondta, hogy napközben a háza udvaráról ismeretlen tettesek két Simpsont tulajdonítottak el. A motorok ellopásával 400 ezer forint kárt okoztak. Ezek a motorok helybeli lakosok tulajdonát képezték, nála csak felújítás, javítás céljából voltak. A nyomozás során egy akkor 21 éves előszállási férfira és annak 19 éves sógornőire terelődött a gyanú. A páros beismerte, hogy Madocsán kívül más településekről is loptak el motorokat. Volt, ahol a nyitott udvarból még máshol akár kerítést is bontottak az elkövetők, így közel 900 ezer forintos kárt okoztak. Az ügyben a nyomozást paksi kollégák befejezték. A férfi időközben korábban elkövetett bűncselekményei miatt börtönbe került. Neki a motorlopásokon kívül egy másik lopás miatt is felelnie kell. Ugyanis 2021 májusában egy paks gyapán leállított buszba a vésznyitó segítségével bejutott, és onnan a sofőr 78 ezer forintját, illetve személyes iratait és bankkártyáját is eltulajdonította. Az ügyet a paksi nyomozók lezárták, és a napokban vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek adták át. A Nemzeti Digitális Állampolgárság program célja, hogy 2026-ra szinte minden közigazgatást érintő ügyet online, elsősorban hordozható eszközön lehessen intézni, mondta a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán Budapesten. György István emlékeztetett, 2010 előtt számos, egymástól független, egymással nem kommunikáló hivatal működött párhuzamosan. Az embereknek sokszor az sem volt könnyű beazonosítaniuk, hogy melyik ügyjel hová kell fordulniuk. 2010-ben a jobboldali polgári keresztény konzervatív kormány új alapon szervezte újjá a rendszert. Mint a politikus fogalmazott, átléptünk az ügyfélbarát, szolgáltató állam korszakába. Egyszerűsítettük az eljárásokat, csökkentettük a bürokráciát, rövidítettük az ügyintézési határidőket, azaz gyorsítottuk az eljárásokat, és bevezettük az egyablakos ügyintézést, létrejöttek a kormányhivatalok, járási hivatalok és a kormányablakok, sorolta. György István rámutatott arra, hogy a digitális állampolgárság program célja, hogy megteremtse a lakosok és a közigazgatás számára azt az egységes és kiváló felhasználói élményt nyújtó online rendszert, amely radikálisan leegyszerűsíti a felek közötti kommunikációt, így az ügyintézést és a tájékoztatást, miközben hozzájárul a közigazgatás optimalizálásához és az ügyfelek elégedettségéhez. Az elmúlt évben Egy fürt szexárd címmel indított el kezdeményezést a Babits Mihály Kulturális Központ. Ennek részeként helyi és környékbeli alkotókat szólítottak meg egy csoportos kiállítás megvalósítására. Alkossanak olyan műveket, amelyek a szőlővel és a helyi borvidékkel kapcsolatosak. A munkákból most a szüreti napok előrendezvényeként tárlat nyílt. Ezt a kezdeményezést az elmúlt évben indították útjára, amelyben szexárdi és környékbeli alkotókat szólítanak meg egy csoportos kiállítás megvalósítása céljából. Ez az összefogás nagy sikernek örvend, mellyel a közösségi értékteremtésnek szeretnének kedvezni. Ugye ez a szüreti fesztivál jegyében van ez a kiállítás, és nyilvánvaló, hogy akkor ilyen jellegű, tehát van egy szexárdi tanyám, és összecsendül két pohár, tehát két boros pohár egy asztalon, egy fehér és egy vörös boros pohár, ezt a két alkotást hoztam. A kiállítás célja továbbra is,
hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolja a művészet által. Ez egy olyan kiállítás most itt a Babics Mihály Kulturális Központban, amely nem tekint vissza hosszú évekre, hosszú hagyományra, ugyanis tavalyi évben indítottuk el ezt a fajta ötletet, hogy a város legnagyobb ünnepe kapcsán, a szekszárdi születi napok rendezvénysorozata révén hozzunk ide egy olyan autentikus kiállítást, amely tényleg a születről, a borról, a szőlőről, a csodálatos lankás dombokról, az itteni táj szépségeiről szól, és szólítsa meg azokat a helyben és a térségben élő művészeket, akivel mi évtizedes kapcsolatban állunk a művészeti tevékenységük révén. Összesen 30 alkotó művei csodálhatóak meg a tárlaton, ahol a képzőművészet minden ága megjelenik a vinorellektől, a klasszikus pasztelltől, a grafikai műveken át az olajfestményekig. Fantasztikusak a képek, megnéztem őket, és azt tetszik nekem, hogy ilyen nagy művészeti élet folyik itt. A város mint egy saját magából hoz ki ilyen művészetet, ami egy rendkívüli dolog. A művészet maga mindenhol megjelenik a Földön, meg a világegyetemben, ahol emberek vannak. És hogyha itt körülnézünk és nézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy nagyon intenzív, érdeklődő, nyitott közösség él, akik szeretik az életet, szeretnék megérteni az életet, és ezt valamilyen módon műalkotásokban manifesztálják. Ez azért nagyon nagy dolog, mert tulajdonképpen amit itt most látunk, ezt majd 100 év múlva is látni fogják, és látni fogják az emberek, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt, vagy akár még később időkben ebben a városban élni. Úgyhogy ez egy nagyszerű kiállítás, és nagy örömmel vagyok itt, hogy találkozzak a művészekkel, illetve néhány szót szóljak a kiállítás előtt. A születi napok kísérő programjaként a tárlat bemutatja a különböző művészeti ágakon keresztül azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk. A borvidék természeti adottságait és a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a születi mulatságokat, amik mind a város közismert jellegzetességei. Regionális híreink következnek. Több parkolóhely, eladhatóbb lakások, növeli a piacképességet, ha az autóknak is van hely. Kulturális zárónap a FUEN-nél, Véménden zárták a résztvevők a kongresszust. Határon átnyúló biciklitúra, tovább erősödött a horvát-magyar barátság. Piacképesebbek azok a lakások, ahol garázs vagy parkolóhely is tartozik az ingatlanhoz. Ez a tapasztalata a szakértőnek, aki azt mondja, hogy jó ötlet, ha bővítik az autóknak kijelölt helyek számát a pécsi kertvárosban. Mint ismert, a városi Fidesz frakció képviselője 1000 parkolóhely kialakítását tartja indokoltnak ezen a település részen. A szakember szerint ez hatással lesz az ingatlan piacra is ebben a városrészben. Kevés a garázs kertvárosban, ez így van már 40 éve, mondja az egyik itt lakó. 40 évvel ezelőtt akkor nagyon haragudtam arra, akinek volt, mert én taxiztam, a jégből kapartam ki a kocsimat. És hát azóta is az a helyzet. Nem csak a garázs, hanem a parkolóhely is kevés már. Hiába bővít az önkormányzat egy-két helyjel, az nem elég, mondják a helyiek. Itt építettek, valamit építettek, ezt is el kell mondani, mert itt lettek parkolók, de miért nem építették tovább? Elfogyott a pénz. Pénz csak a Lobkovicsra van. A parkolóhelyek, garázsok hiánya a lakások eladhatóságát is befolyásolják, mondja az ingatlan szakértő. Igaz ez a pécsi kertvárosi részre is. Az egész város parkolóhiánnyal küzd. Itt kertvárosban például a Krisztina tér, Viktória utca környéke, ott a Németh László környéke, vagy itt a Polgárszőlőbe fönn szinte nem lehet megállni már a kocsikkal, ugye, mert annyira kevés parkolóhely. Egy 1000 parkolóhely kialakítása ugye nagyban megkönnyíteni a parkolást itt kertvárosban, arról nem is beszélve, hogy egy ingatlan eladásnál egy olyan ingatlan, ami saját parkolóval rendelkezik, mindig könnyebben, extrém esetben, még akár drágában is eladható, mint egy sima parkoló nélküli ingatlan.
A városi Fidesz képviselője ismertette hétfőn, hogy jövő évben, ha győznek az önkormányzati választáson, akkor tervei között szerepel 1000 parkolóhely kialakítása Kertvárosban. Ezeket még garázsokban alakítanák ki, hogy a felszínen megmaradjon a zöld felület, illetve 10 000 fa ültetésével javítanák a helyi klímát, levegő minőséget. A zöldítésre is nagy szükség van, mondja az ingatlanos. Főleg a Covid óta, hogy az emberek egyre inkább keresik azt, hogy ha beszarulunk a lakásba, azért ki tudjunk menni valahová, és ugye ezt nem kell mondanunk, hisz ez folyamatosan ez téma, hogy a zöld kimenni, az mindig nagyon jó az embereknek. Visszatérve a garázsokra, az ingatlan szakértő elmondta, hogy jelenleg 4-6 millió forint egy használt garázs ára Pécsi Kertvárosban, egy új építésű pedig 7-9 millió forint között van. Véménden tartották az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának záró eseményét. A szervezet 67. kongresszusának nagyrészt Pécs adott otthont. A vémindi eseményen bemutatták Baranya kulturális sokszínűségét. Szeptember 7 és 10 között zajlott a FUEN Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 67. kongresszusa Pécsen. Az idei év magyar szervezőpartnere és házigazdája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A zárónapot Véménden tartották borkóstolóval és kulturális esttel. Amikor felkértem minket, hogy szervezzük meg ezt az éves közgyűlést, illetve hogy ide hozzuk le Baranyába a FUEN tagszervezeteit, akkor felvetődött a kérdés, hogy melyik településre vigyük őket. Ugye nem csak hivatalos része van a FUEN kongresszusnak, hanem mindig van egy ilyen kicsit lazább része is, és hát akkor polgármester úr azonnal fölajánlotta, hogy Vémén mennyire csodás hely. 2008-ban mi már egyszer tartottunk FUEN kongresszust, és akkor is Véménden voltunk, és azt azóta sokan emlegetik, hogy az egy mennyire jó buli volt. Úgyhogy akkor megkerestük újra, és ők azt mondták, hogy nagyon szívesen fogadnak minket. A 3 nap során a konferencián hangsúlyozták a nemzeti kisebbségek aktív társadalmi szerepvállalásának fontosságát. Ehhez a megfelelő jogi környezetre van szükség, valamint a különböző kulturális törekvések támogatására. Véménden Baranya kulturális sokszínűségét mutatták be. A csarnokban lesz bemutató minden nemzetiségnek a műsorából. Lesz egy nemzetiségi vacsora a cigánypecsenyével, felvidéki burgonyával, székelykáposztával, svábrétessel, horvát csevapcsicsével. Tehát igazából, amit a FUEN képvisel, a sokszínűség, a sok érték, amit össze tudunk gyúrni, és ebből egy közös erőt tudunk formálni. Igazából ezt egy lazább este formájában szeretnénk megvalósítani a barátainkkal együtt. Pécs városa méltó helyszíne volt a kongresszusnak, hiszen a magyarokon kívül 11 különböző nemzetiség él itt. Örmények, bolgárok, németek, görögök, horvátok, lengyelek, romák, románok, ruszinok, szerbek és ukránok. Az általuk alapított önkormányzatok révén a városvezetés és a kulturális élet szerves részét képezik. 3-nak saját oktatási intézménye is van, a német, a horvát és a roma nemzetiségűeknek, melynek életébe a konferencia során betekintést is nyerhettek a résztvevők. A hétvégén megrendezésre került egy határon átnyúló kerékpáros túra. A biciklitúra Siklósváros és a horvátországi Donyi Miholyác település között zajlott, mintegy 110 résztvevővel. A testvérvárosi együttműködés hosszú múltra nyúlik vissza a két város között. Számos közös projekt mellett ez a biciklitúra is arra hivatott, hogy megerősítse az együttműködést a települések és a két ország között. Több mint 100 kerékpáros gurult be szombat délelőtt a Siklósi vár udvarára. A horvátországi Donyi Miholjac és Siklósváros több éves testvérvárosi múltra tekint vissza, melynek köszönhetően valósult meg szombaton ez a közös kerékpártúra. Sokat beszélgettünk már arról, hogy csinálunk egy olyan közös rendezvényt horvát barátainkkal együtt, ami a testvérvárosi kapcsolatunkat is megerősíti, és mivel a kollégám is sportember, futballozik, aktív sportoló, ezért arra gondoltunk, hogy egy kerékpáros eseménnyel kötjük össze egyébként a két települést. Az volt az elképzelés, hogy egy 100 fős létszámot hozunk össze. Körülbelül 50 fővel indultunk el Siklós irányából, és 50-60 fővel vártak minket a Majláti kastélyban. A horvát és magyar biciklisek a Donyi Miholjaci Majlát kastélytól indultak, és a végcél a Siklósi vár volt. A horvát-magyar együttműködést és a kiemelkedően jó kapcsolatokat a két település között a Siklósi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is segíti, akik ezen a rendezvényen is aktív szerepet vállaltak mind a szervezésben, mind a lebonyolításban.
ki szeretném emelni még azt, hogy nem csak városi szinten, hanem konkrétan operatív szinten, tehát egyesületi szinten két olyan kerékpáros egyesületnek az együttműködése is körvonalazódik. Van egy siklósi mountain bike egyesület, és van kint Miholy Lácon is egy kerékpáros szövetség egyesület. Az ő szakmai együttműködése is úgy látom, hogy megerősödött a mai nap, és ki szeretném emelni, hogy a horvát nemzetiségi önkormányzatunk óriási segítséget nyújtott, és nagy szervezője volt ennek a mai rendezvénynek, élükön Boszkovász Tímával, nélkülük ez nem sikerült volna. Én azt gondolom, hogy a következő években ezt tovább fogjuk vinni, és 200-as, 250-es létszámmal fogunk majd a két város között mozogni. A siklósi várba érkezett kerékpárosokat frissítővel, közös ebéddel és koncerttel várták. A rendezvény találkozási lehetőséget biztosított a két település lakóinak, így erősítve a két ország, a két város, a két kultúra kapcsolatát. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Felújítások, építkezések, megújul Dombóvár. Szociális tüzelőanyagprogram, 35 köbméter tűzifát adhat ki két község önkormányzata. Motorokat loptak, volt ahol a nyitott udvarból, még máshol akár kerítést is bontottak a tolvajok. A szőlő találkozása a borvidék gyümölcse. Csütörtökön hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat, változóan, szakadozottan, de többnyire erősen felhős égbolt mellett, szorványosan, szeszélyes eloszlásban záporok, zivatarok alakulnak ki. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!